Üdvözök minden kedves értágító hallgatót, mikrofonás Sziártó József, friss podcasttel jelentkezünk emmen a folyamán. Velem szemben ül vendégem, Pojánki Zahu Kinga, Bar Barbara Kinga, bocsánat, aki életmód vezetési tanácsadóként dolgozik, life coacherként, és akkor át is adnám neki a szót, is meg, és meg is kérdezném, hogy mi ez pontosan. Hát a, a life coach, a life coach egy nagyon célorientált tevékenység, segítő tevékenység, amit személyre szabottan csinálunk. Tehát, hogy ugye eljön valaki hozzám, aki Valamilyen nehézséggel küzd, elakadással, problémával az életében, és ö, kérdezek tőle. Ez a legjobb az egészben, hogy nem tanácsokat osztogatok, hanem kérdezek. És a kérdéseim rávezetik őt a saját megoldásaira. Ezért annyira személyes. Tehát, hogy mindenki, ö, tehát nem én ö, alakítok ki a számára egy. Ö, egy ö, megoldási stratégiát, hanem ő alakítja ki saját magának, hiszen ő ismeri magát a legjobban. Én csak jól tudok kérdezni. <laughs> ö, nagyon fontos az, hogy a jövővel és a, a és a jövővel foglalkozunk. Tehát semmiképpen nem a múltban turkálunk, válkálunk, nem mélyedünk bele. Természetesen, hogy átbeszéljük, ki, ö, ki szedjük belőle azt, amire nekünk szükségünk van, amit elrontott, a személy, ami a vitania kell, levonjuk a kellő tanulságokat, és teljesen a jelen helyzetre és a jövő megoldásaira koncentrálunk. Um, sokszor az életben elakadunk, és sokszor vannak nehézségeink, amikre ugyanazokat a megoldási sémákat használjuk. És um, az a jó a coachingban, hogy a más perspektívából feltett kérdésekkel teljesen más szemszögből tudjuk Megvilágítani a problémát, és ezáltal új, új megoldási technikákat, új szemsz, tehát új stratégiákat tudunk kialakítani. Mi szükséges ehhez, hogy az ember ezzé váljon életvezetési tanácsadó? Mit, hát, mit kell tanuljon, mit kell végezzen? Hát egy life coach képzést. De szerintem, ahogy így, ahogy így jobban beleláttam a dolgokba, ez nagyon nem elég hozzá. Tehát szükség van arra is, hogy, hogy valaki empatikus legyen hogy értsen az embereknek a nyelvén, hogy hogy ismerje az embereket, ismerje a reakcióikat. Fontos nagyon a nyitottság. És én például előtt egy pszichológia alapképzést is elvégeztem. És szerintem ez is elengedhetetlen lenne, lenne hozzá, mert rengeteg olyan ismeretet kaptunk ugye meg az egyetemen, aminek minden nap hasznát veszem, amikor emberekkel dolgozom. Tehát akkor a pszichológia végzettség mégis nem feltétlenül nem csak feltétel. jó, hogyha van. Igen, igen, igen. Hát én úgy érzem, hogy, hogy szükséges hozzá. Tehát én nem tudom azt elképzelni, hogy hogy tudnám csinálni a pszichológia alapképzés nélkül. És nagyon fontos az, hogy valaki hivatásból csinálja. Tehát nem azért, mert, mit tudom, én nem volt jobb, vagy mert szeretne pénzt pénzkeres, hogy pénzkeresési lehetőségként gondol rá, hanem valaki hivatásból, hogy valóban segíteni akarjon azoknak az embereknek, akik hozzá fordulnak. Engem például ez hajt, hogy, hogy megváltoztassak életeket. Úgyhogy én arra gondolok, hogy életvezetési tanácsadás, akkor vagy nekem, hogy a keleti filozófia jut eszembe. Ott vannak ugye ilyen gondolatok, amik arra sarkalják az embert, hogy valamin változtas. Tehát ha ebben nagyon belássa valaki magát, akkor szintén foglalkozhat ezzel? Öh, minden, szerintem minden, ami, ami filozófia, minden, ami a gondolkodásról szól, annak köze van a life coachinghoz. Tehát a life coaching az ez egy olyan tevékenység, ami gondolkodásra ösztönöz. Önálló gondolkodásra, és öh, ha valaki nyitott, nyitott az új gondolatokra, és nyitott arra, hogy valami újat megismerjen. Akkor természetesen igen. Oké, okay, egyébként akkor miben más mondjuk az az életvezetési tanácsadás, most függetlenül, hogy pszichológiát végzett, vagy nem, hogy egy pszichológustól? Hát uh, szerintem leginkább abban különbözik, hogy uh, az időintervallum, so, tehát kezdem az elején, uh, nem olyan súlyos problémákkal foglalkozik. Tehát nem pánik betegséggel, depresszióval, bipoláris személyiségzavarral, csak egészen egyszerűen ilyen mindennapi problémákkal, elakadásokkal, párkapcsolati probléma, szülő-gyerek probléma, időbeosztással kapcsolatos probléma, anyagi problémák, ugye, hogy nem, nem tudják az emberek meg, megoldani. Rengeteget foglalkozik az önismerettel, tehát úgy segít a life coaching, hogy tulajdonképpen a személy megismeri saját magát. Igen, az önismerettel, az elakadásokat azt mondtam. Ja, igen, a stresszkezelés. A stresszkezelés is nagyon-nagyon fontos része. Honnan tudja az az adott személy, hogy mi felkeres téged, hogy neki mégis mi a probléma? Tehát honnan tudja ő eldönteni, vagy mégis, hogy neki most pszichológusra van szüksége, vagy életvezetési tanácsadóra? Tehát keresnek fel téged, már volt, aki mint stressz miatt, vagy, vagy, vagy nem tudom, pánikbeteg, meg hasonló dolgok miatt. Gondolja, hogy te akár tudsz megoldást javasolni? Sokan ö, nem tudják, hogy mi a problémájuk, csak érzik, hogy valami nincs rendben az életükben. És nem tudják, tehát hogy próbálkoztak különböző megoldási stratégiákkal, de egyik sem működött. Általában az ember, amikor már szakemberhez fordul, akkor akkor az a végső megoldás. Tehát valahogy mind, azt vettem észre a társadalmunkon, hogy, hogy ö, mindenki próbálja saját erőből megoldani a problémáit és uh, valahogy szégyelnek segítséget kérni. Pedig ez egy normális, emberi dolog lenne. És uh, tehát igen, volt volt már uh, arra példa, hogy eljött valaki hozzám, és én tovább irányítottam. Vagy más megoldásokat javasoltam neki. Tehát, uh, de ez csak akkor, akkor működik, hogyha, tehát maga ez a felismerés, hogyha, hogyha valaki nyíltan beszél a problémáiról. Te esetedben mi a legjellemzőbb, mivel jönnek az emberek, a páciensek, milyen problémákkal? Hát a, a legnagyobb probléma általában a stressz. Mert a stressz, tehát hogyha valaki nagyon stresszes, akkor abból rengeteg minden adódik. Akkor borul az egész. Tehát olyan, olyan ez, hogy a lelki béke az alap, a háznak az alapja, és arra építünk mindent. És hogyha az ö, megsérül, akkor borul az egész ház. Ö, ez, ez a legjellemzőbb. Tehát a stressz, illetve ez ö, érdekes, mert ilyen, ö, ilyen mindenféle ilyen. Tehát igen, azt akartam mondani, hogy minden olyan probléma, amit nagyon gyorsan meg lehet oldani. Csak ö, az ember, amikor benne van, akkor szubjektíven látja az egészet. Nem tudja meg szemlélni külső, külső nézőpontból, és sokkal nagyobbnak látja, felnagyítja jobban beletekeredik az egészbe, belezavarodik, és általában a probléma megoldás, a stresszkezelés szokott lenni, időbeosztás. Voltak visszatérő pácienseid, akik mondjuk az adott tanácsra reagálva, hogy nekik nem jött be, nem sikerült változtassanak, valami egyebet ajánlasz-e, vagy hasonló? Hogy, hogy, olyan, hogy valaki eljött hozzám, és nem sikerült változtatni, olyan még nem volt. Na, az jó <laughs> Tehát én hiszek abban, hogyha valakinek az önismeret által sikerül növelni a motivációját, az általában, amikor az ember megismeri, hogy milyen szuper ő maga, és hogy mennyi minden van benne, mennyi képessége van, mennyi erőforrás lakozik benne, akkor automatikusan nő a motivációja, és nő a teljesítménye. Akkor szokott lenni, akkor szokott egy kicsit nyögvenyelősen menni, amikor valaki nem elszánt. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha Hogyha felfedezem, hogy úgy jött el hozzám az illető, hogy nem akarja teljes szívéből a változást, és ő nem határozta el magát, akkor nincs értelme a további munkának. És jöjjön vissza akkor, amikor eddig még nem volt arra példa, hogy valaki a következő alkalommal ne jelent volna meg. <laughs> Addigra mérlegelte a dolgokat, és sokkal határozottabbak szoktak lenni az emberek. Ezután, a, hát ilyen idézőjelbe felmosás, felmosás után, hogy. <laughs> Nem, illetve korcsoport szerint mi a jellemződnárad? Nincs jellemző. Kikakik. Tehát, hogy, tehát, hogy ö, nemtől és kortól függetlenül minden embernek az életében elérkezik az a pont, amikor nem bírja tovább. Ö, amikor változtatni szeretném mert ugye fejlődni mindig van hova. És ö, azt vettem észre, hogy, hogy, ö, hogy nincs így külön tehát, hogy több fiatal nő, vagy több idősebb nő, vagy fiatalabb férfi, hanem így vegyesen érdeklődnek az emberek. Mert mindenkinek az életében máskor jött el az a, az a pillanat, amikor azt mondta, hogy ebből elég, mert ezt én, én már nem bírom. De ahhoz, hogy valaki kimondja azt, hogy segítségre van szüksége, ahhoz arra van, arra van szükség, hogy, hogy egy picit má, tehát nyitottabban lássa a világot. Az a jó, hogyha valaki meghozza ezt a, ezt a döntést még azelőtt, hogy nagyobb probléma lenne belőle. Mert sajnos, hogyha körbenézünk, akkor rengeteg példát látunk, látunk olyanokról, akik nem lépték meg, és elkezdődtek a pszichoszomatikus betegségek megjelenni, tönkrement az életük, vagy úgy élték le az egész életüket, hogy, hogy benne maradtak ebbe. Én azt úgy szoktam mindig mondani, lehet, hogy sokan haragszanak is rám, hogy, hogy benne dagonyáznak ebbe a jó langyos mocsárba, mert az kényelmes. Mert az komfortos. Tehát benne ülünk a komfortzónába, és, és, és nincs meg az a, az a pozitív stressz az életünkbe, ugye, hogy jó változás, és akkor nem kell magunkból többet kihozzunk. Tehát elég az a minimál teljesítmény, amit, amit így minden nap leteszünk az asztalra, és akkor jó van az meg majd holnap változtatok, meg majd, majd a jövő héten. Tehát ez, ez, én is ilyen voltam. Tehát megmondom őszintén, hogy én, én sem voltam olyan, aki, 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 bevállalta a kockázatot. Nem, én is jól eldagonyáztam, jó ez nekem. Aztán elérkezett az a pont, amikor rájöttem, hogy nagyon nem jó nekem. És utána kezdtem tulajdonképpen ezzel, ezzel foglalkozni. De mindenkinek, tehát, hogy ahány ember, annyi életút, és mindenkinek máskor jön meg az elhatározás, tehát senkit nem lehet sietetni. Lehet, hogy azért harmonikus kell legyen a saját élete, hogy másoknak is tudjon tanácsot adni. Vagy legalábbis megpróbálkozni a harmonikus élettel. Tehát én is emberből vagyok, én is hibázom sokszor. És, és sokszor, sokszor én is tanácstalan vagyok idézőjelben. De olyankor, mivel, hogy ezzel foglalkozom, mindig megvizsgálom egy kicsit más szemszögből. Mindig mindig áttekintem a helyzetet, felteszem magamnak is ugyanazokat a kérdéseket. Ami a coachingban még jó, ezt az elején elfelejtettem elmondani, hogy nagyon kreatív. Tehát talán ebben is különbözik a pszichológiától, hogy, hogy annyiféle módszerrel és technikával dolgozik, hogy én ebbe szerettem bele. Tehát a, rajzoláson, az íráson, tehát a rajzolástól az íráson keresztül egészen a, az ilyen szerepjátékokig minden van. És na, ezt is természetesen azt szerint alakítjuk ki, hogy milyen a személy, aki, eljön aki hozzám. Öm, illetve még abban, visszatérve az előző témához, abban különbözik a pszichológiától, hogy sokkal rövidebb az időintervallum. Tehát, hogy 5-10 alkalom alatt hatalmas változásokat lehet elérni. Van egy ilyen általános szabály, ami nem szabály, tanács, ami mondjuk mindenkinek lehet adni, függetlenül az élethelyzetétől. Igen. Szerintem mindenkinek az életében van olyan, olyan rész, ahol semmi sem tökéletes. Nem beszélünk róla, de van. Elássuk, besöpörjük a szőnyeg alá. És azt szeretném mindenkinek tanácsolni, hogy ne maradjon benne. Tehát, ha bármilyen oknál fogva úgy érzi, hogy, hogy ez neki nem jó, akkor ne erről Tehát nagyon sokszor próbálunk megfelelni. Sokszor fe, maradunk benne valamiben a felelősségvállalás miatt. Érzelmi zsarolás, félelem miatt. Ugye félünk attól, hogy ha kilépünk egy bizonyos helyzetből, akkor te jó ég, mi lesz velünk. Nem lesz rosszabb, elmondom. Sokan, sokan maradnak benne azért, mert nincsen önbizalmuk. Nem, nem hiszik el magukról azt, azt, hogy képesek változtatni az életükön. Rengetegen uh, szenvedtek gyerekkori traumákat, amiket nem tudnak feldolgozni, és kihatással van a jelenlegi életükre is. És én csak egy kérdést szeretnék mindenkinek feltenni, aki hallgatja, és benne van egy ilyen helyzetben, ami nem jó neki, hogy mi az, ami ott tartja? azért ezt érdemes megvizsgálni, mert, mert fontos az, hogy, hogy mi az az indok, amiért ott van, mikor máshol kellene lennie. Tehát miért van ott, ahol nincsen helye. És um, tudom, hogy, hogy, hogy nehéz szembenézni az érzelmekkel. Nagyon nehéz szembenézni az érzelmekkel. De szerintem még mindig jobb, mint a szőnyeg alá évekig, és utána egy, egy hatalmas falat lebontani, mikor elérkezik az a pont. És szeretném, hogyha minden ember, akihez eljött ez az üzenet, elgondolkodna ezen, hogy miért nem merik kimondani az érzelmeit, illetve azt is szeretném, hogyha nem játszaná többet azt a szerepet, amit a társadalom elvár tőle. Szeretném, hogyha lehetőséget adnának maguknak az emberek a boldogságra. Most ez a live coachingtól függetlenül mondom, és euh, én szeretném, hogyha elkezdenének igazán élni. Mert egy életünk van, és az pedig rohamosan telik. Mióta foglalkozol egyébként te ezzel? Fú, hát euh, maga a pszichológia részével is, hát tehát az mert, emberekkel? Igen. Uh, hát én 16 éves koromtól önkénteskedtem... Uh, Bibliaórákat tartottam, akkor kezdődött a kapcsolatom a gyerekekkel. Igazából mindig érdekeltek az emberek, mindig vizsgálgattam őket, hogy sétálnak a parkban, mit csinálnak, mire hogy reagálnak, az nem mosolyog, az mosolyog, az vajon miért mosolyog, az miért nem mosolyog. Utána, ugye, foglalkoztam a gyerekekkel, akkor jobban beleástam magam ugye az emberi működésbe, és voltak bizonyos dolgok az életemben, amik sajnos megtörténtek, és kinyitották a pszichológia felé számomra a világot, és akkor választottam a Pszichológia Egyetemet. Ugye az alap, hogy akkor három évig reggeltől estig erről szólt az életem, és mikor kikerültem az egyetemről, akkor elkezdtem gyógypedagógusként dolgozni, gyógypedagógus-logopédusként dolgozni. És um, nagyon megviselt. És akkor döntöttem el, hogy hogy uh, szeretnék segíteni az embereknek, de vannak olyan dolgok, amiket én nem tudok. Tehát ugye, mint, mint a, a sérült gyerekek helyzete is. És én ezt nem tudom elviselni. Et ha nincsen mellette valami, ami, ami fel is tölt. És az hogy, az, hogy érünk el sikereket a gyerekekkel, az persze feltölt, de még kellett mellette valami boost, hogy akkor, akkor uh, több sikerélményem legyen. És um, elérkezett az életemben az a pont, amikor azt mondtam, hogy na most akkor behúzom a kéziféket, és valami valahogy meg kell oldanom. Tehát én is belesüppedtem ebbe a kényelmes kis mocsárba, is, és akkor vettem észre, hogy ellepett a fejem bubjáig, és nem tudok belőle kijönni. És elkezdtem utána nézni megoldásoknak. És akkor kezdődött a kapcsolatom a coachinggal. Elvégeztem a képzést és utána el kellett állnie hát elég sok időnek, mire megmertem lépni ezt, mert hogy ez egy, én megveregetem, minden nap aválom, hogy ez egy bátor döntés volt. <laughs> azért kellett hozzá bátorság, mert nem úgy mennek az, a dolgok azért az életben, hogy így csettintek, és van ez is, meg úgy és van az is, de rengeteg munka szükséges hozzá, és kockázatvállalás. És öm, körülbelül igen, egy fél éve. Fél éve dolgozom kócsként is de ja, ugye magyar nyelven fogadod a magyar nyelven, az embereket, igen. ami azért szerintem elég vagy dolog, mert hogyha vannak gondolom coachingok környéken, azért többnyire ugye román nyelven. Igen, igen, igen. hát nem tudok sok magyar szakemberről itt nálunk. Most hát köszönöm szépen a beszélgetést, és hát kedves hallgatóimnak is köszönöm, a, hogy meghallgattak minket, illetve a beszélgetés alapján tudják, hogy kihez kell majd fordulni, hogyha bármilyen kérdésük van az életükkel kapcsolatban, mert biztos fognak rákapni választ Marbarától. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!